Sziasztok, Kei vagyok, aki úgy döntött, hogy nem vesz fel szemüveget, és jelenleg nem látok. De van egy sanda gyanúm, hogy 5 percen belül meg fogom ezt gondolni, és nem fog annyit érni nekem ez a szép smink, amit csináltam, hogy így legyek. Na mindegy. Ez egyébként egy folytatása lesz a hajas kis videóimnak. Most kifejezetten a Manic Panicről fogunk beszélni, mivel volt szerencsém több színt kipróbálni. Ugyebár annó már említettem az egyik videóban, hát kemény 3 mondatot róla, mi szerint a zöldje nagyon jó, nagyon szép színe van, bla bla bla. Viszont azóta próbáltam pár színt, egyébként Electric Lizard a neve is, a legszebb zöld a világon továbbra is, szóval ha zöld hajat szeretnétek, és van jó fehér alapotok, abszolút ajánlom, nem csibe sárgára, hanem ilyen nagyon neon sárgára fog kopni, ami ugye kifejezetten divatos, tehát tökre nem az van, mint a többi zöldnél, hogy ilyen undorító fűzölde, meg pisi sárgára kopik, szóval azt továbbra is tudom nektek ajánlani, de nagyon belekezdtem, el is mondok pár dolgot azért így a Manic Panicről. Szóval a Manic Panic az egy amerikai márka, vegán és állattesztelésmentes. Egyik első volt egyébként szerintem így a piacon, aki így popátokba nyomta az, hogy vegán. Most úgy nézek ki, mint egy kisiskolás. Szóval a zöld után egyébként kipróbáltam egy kékes árnyalatot, nem magamon, hanem egy lányon, aki vegán volt, és hozta magával a próbáljuk ki. Az pedig a Siren Song nevű volt. Nézzétek meg, szóval nagyon-nagyon szép színe van. Ott van. Ez egy igazi sellőkék, amiben van egy kevés zöld, de nagyon-nagyon minimális. Egyébként zöldesre kopik, de ez se ronda zöldre, hanem ilyen nagyon-nagyon szép zöldre. Szóval abszolút tudom ajánlani mindenkinek, ha szeretne ilyen haja, de szintén azt tudom ajánlani, hogy mindig fehér alapra dolgozzatok. Manic Panicnél úgy átlagban azt vettem észre, hogy ott tényleg nem mindegy, hogy mennyire van kiszűkítve az a haj, szóval tényleg az ilyen fehér szőkéknek tudom ajánlani a Manic Panicet. Négy színt használtam egyébként belőle, mind a négynél eléggé kijött, mert tehát nem túl pigmentált. Egyébként most a hajamon pont ennek a Manic Panicnek a lilája van. Alul őszinte leszek, átfestettem, mert van pinkem is, de nagyon-nagyon nem fogta meg alul a hajamat, de tudni illik, nekem alul nem szőke a hajam, hanem inkább sötét szőkés alapra ment rá, és egyetlen egy festék van, ami ezt megfogja, de ez most lényegtelen, szóval a haját azt ne nézzétek, de egy tökre ilyen színe volt, csak kicsit gyengében, szóval ha a fehér alapra ezt rányomjátok, biztos, hogy gyönyörű lesz. Ez egyébként a Cleo Rose nevű festék. Neki a színe pont olyan, mint egyébként most a hajamnak. Szóval egy pirosasnak tűnik, de egyébként teljesen rózsaszín, szóval egy ilyen nagyon-nagyon szép pink. A Good Dye-hoz tudnám hasonlítani az állagát, hogy a világos hajat nagyon szépen befogja, de amint van valami kis szépséghiba, akkor már annyi a dolognak. De ez nem azt jelenti, hogy rossz. Egyébként a színe tényleg nagyon szép volt. Meglepően gyorsan fogyott egyébként. Én a Manic Panicnél mindig arra emlékeztem, meg egyébként mindig az állagra én azt mondanám, hogy nem fogy annyira gyorsan, de az én hajamra nagyon gyorsan fogyott, de azért tegyük hozzá, hogy az én hajam nem volt 2 éve kiritkítva, mert szeretem, hogy ilyen bozótos, szóval emiatt nincs festék, ami az én hajamon ne fogytak ki egy alkalom alatt, mert meglepően sok ahhoz képest, mennyire kevésnek tűnik, főleg most, hogy fel van ugye fogva itt 2 rész. A lilája, na, az egy nagyon érdekes sztori. Tényleg nagyon szép, csak nem erre a hajtípusra. Gondolkoztam, hogy egy random helyen, ahol ilyen világosabb volt, felviszem, de nagyon elrontotta volna az összhangot, és annyira igénytelen még én sem vagyok. Viszont fent egy nagyon nagy gyolót csináltam, és tudtam, hogy nem lesz jó. Szintén ez az egyfajta festék az, ami általában az én úgymond lenövésemet, tehát hogyha szőke, ki van szőkítve, a többi viszont még mindig lila, mert ugye nekem már eléggé beleégett a lila a hajamba, és nem akarom kiszőkíteni az egészet újra, mert minek, ha amúgy is lila lesz. Viszont ugye általában van egy árnyalat különbség, kivéve egyetlen egy festéknél, emiatt főleg sötét lilákat szoktam használni. Ezt én sötét lilának véltem, de nem volt annyira sötét lila. Hú, ezt amúgy meg is tudjátok nézni, mert ám bár itt valamennyire átfestettem már, hogy ne legyen feltűnő ez a kis úgymond lenövés, ami már egyébként ki van szőkítve, csak annyira világos lett ott a lila, sőt, egy kék lett, hogy azt inkább eltakartam, de itt direkt itt hagytam, csak ilyen szexin is igényesen. Ott hátul, nem tudom mennyire látjátok, ott van egy ilyen szürkés, kékes tő téma. Na az, ez a festék. Nagyon meglepett, hogy ennyire kékes lett, de őszintén szóval annyira nem bántam, mert már nagyon-nagyon untam ezt a pinkes, hát berakom nektek képet, hogy ezt a pinkes fajta lilát, ami nekem volt már egy éve. Szóval ezen téren én nem bánom, hogy ezt eltakarta, csak viszont nem jó a takaró képessége a festéknek. Emiatt nagyon feltűnő lett, ugye, hogy hol volt újra festve, hol volt nagyon pinkes lila, hol volt kopottabb lila. Szóval ez az egy hátulütője van, hogy annyira azért nem sötét, de ez szintén biztos, hogy van sötétebb árnyalat, csak nem mertem megvenni. De egyébként meg nagyon-nagyon jól tart, és gyönyörűre kopik mind a kettő. Szóval nem azt vettem észre, mint a legtöbb festéknél, hogy ilyen nagyon-nagyon rondán, foltosra kopik, hanem például ez a lilás kékes dolog, ez egy ilyen szürkés kékesre kopik, ami nekem egyébként nagyon tetszik, tehát ha az egész hajam olyanra kopna, az egy ilyen csillámpóni puki, tehát én abszolút oda vagyok ezért a dologért, nem kopik foltosra, tehát tényleg egy egyenletesen pasztel színre kopta le, ha ugye nem lenne alatta nekem még alapjáraton a régi festék. Szóval ezen téren azt mondom, hogy abszolút
használjatok Manic Panic-et, ha fehér alappal kezdtek, és tényleg nem csak betövezni szeretnétek egy már alapjáraton már színezővel befestett hajat, hanem tényleg az egészet szeretnétek újra festeni. Tartóságilag is egyébként meg vagyok vele elégedve, mert azért már jó rég festettem. Ugye azt is hozzá kell tenni ezeknél a színezőknél, hogy mindenképp olyan samponokat használjatok, amik nem szedik annyira a színt. Ajánlom a többi hajas videómat, mindent elmondok benne. Még megmutatom a lilát, szóval az a legviccesebb, hogyha kinyitod, akkor tökéletes lila színe van. Ez az már elfogta az ujjamat. Szóval így tök lilának tűnik, de ha felviszed, akkor egy ilyen kékes. Viszont nagyon szépen átszínezte a lilámat, mert mint látjátok, tehát azon nem mentem át más színnel, és ott, ahol pinkes volt, ott szépen kiütötte ezt a pinket, és ilyen menő lila-lila lett, szóval. Én abszolút meg vagyok vele ezen téren elégedve, viszont ez tényleg nagy mínusz az én szememben, hogy ennyire gyenge a fedőképessége. A pinket biztos, hogy alulra már nem fogom felkelni, de szerintem majd valamikor csinálok ide egy kis plusz részt, mint régen volt nekem a hajamban zöld, csak nem kompatibilis a random barnás sötét szőkés hajszínekkel, de ez igazából én akarok túl sokat egy kibaszott színezőtől, tehát hogy ez nem a márkának a hibája. Szóval összefoglalva, ami pozitívum a festékben, az az, hogy elég jó tart, szépen kopi, tényleg vegán és állattesztelésmentes, nem úgy, mint például néhány hajszínező márka, hogy csak úgy tudod, hogy lehet, hogy az, de igazából hivatalosan nem vagy benne biztos, hanem ő tényleg nagyon jó az állaga és könnyen kenhető, szóval ez is egy nagyon nagy pozitívum a számára. Nagyon változatos színvilága van a festékeknek, nem csak egyfajta lila, hanem mit tudom én, vagy ötfajta létezik. Mire kiválasztottam, baszki, hogy melyik lilát akarom, ne akarjátok tudni, tehát vagy egy két napot ültem felette, szóval ez is egy óriási nagy pozitívum a festéknek. A negatívuma az, hogy nagyon-nagyon drága, a többihez képest, mármint hogy egyébként meg tökre inkább veszek egy drágábbat, ami jó, mint veszek egy kakit, ami rossz. Szóval én ezen téren, ezen nem hisztizem. Meg hát ugye az, hogy tényleg csak teljesen leszőkített, egyenletes színű alapra érdemes felvinni, és nagyon világosra, mert akkor látszik igazán, de ha cserébe gyönyörűen fog kapni, meg nagyon szép lesz a színe, szerintem tökre megéri ezt a dolgot. Szóval ezek lennének a negatívumok felé, más nem is nagyon tudok róla mondani. Én egyébként azért szeretem ezeket a festékeket, meg ha maradt volna annyi, nagyon szívesen befesteném még egyszer vele a hajam, de van egy sanda gyanúm, hogy ezzel már nem fogom, pinkből viszont maradt tök sok, szóval az tök jó. Lent a leírásban megtaláltok majd mindenféle linket, hogy hol is tudjátok ezeket a termékeket megvenni, és ha van akármi kérdésetek, akkor várom mindenképp majd a leírásban, a kommentekben, és majd megpróbálok rá válaszolni, ha valamit kihagytam, amiről szeretnétek tudni ezzel a márkával kapcsolatban. Majd mindenképp kipróbálok még pár színt, ha lesz rá lehetőségem, de hirtelen röviden és verősen azt mondanám, hogy hiszt is a festék nagyon, de ha nagyon jó alapod van hozzá, akkor nagyon kellemesen fogsz csalódni benne. Ha viszont nincs, akkor nagyon rosszul fogsz csalódni benne. Szóval ezt tudnám erről elmondani, és köszi szépen a Manic Panic-nek egyébként, hogy ezt a kettőt így megkaptam Aikába, mert tényleg ezer éve szerettem volna már kipróbálni őket, csak soha nem vettem rá magam. Írjatok, ha ti használtatok Manic Panic-et, és mi volt a véleményetek, honnan vettétek, blablabla. Szerintem az a legjobb, ha ti is írtok, mert akkor fogják látni, hogy nektek mi a véleményetek, lehet tökre különbözik, lehet tökre ugyanaz, nem mindegy azért a dolog. Szóval igen, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!